Napjainkban a természettudomány óriás léptekkel halad előre, egyre boldogabb, gazdagabb életet teremt az emberi tudás alkalmazása. Általános műveltségben egyre nagyobb részt kér a természettudományos műveltség, nagy számban jelennek meg kitűnő ismeretterjesztő munkák, de gyökértelen az írás, a szónyomán szerzett tudás, ha hiányzik az alap, a szemlélet, a tapasztalat, a tudás átadásának a képessége. Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora, Üveges József a természettudományok népszerűsítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett professzor gondolataival köszöntötte a pályaorientációs konferencián résztvevőket. A mai rendezvényen a természettudományos ismeretek megszerzését segítő, az óvodától az egyetemig tartó tapasztalatokat összegezték. Egyetemünk a társadalmi és munkaerőpiaci igényekkel összhangban az elmúlt évek során egyre nagyobb hangsúlyt fordított a természettudományos, műszaki, informatikai pályorientációs tevékenységre, amely nem csupán a felsőoktatási beiskolázási feladataink eredményesebbé tételét, de közvetett módon hallgatóink szakmai felkészítése és sikeres elhelyezkedése révén a nemzetgazdaság eredményességét, a legújabb kor kihívásaira adott válaszok megtalálását is elősegíti. Az eseményen Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár a KKV-k és az egyetem közötti kapcsolat jelentőségéről beszélt. Elmondta, ahhoz, hogy a termelékenységüket hazai szinten jelentős mértékben növelhessék, a KKV-knak a hathatósabb munkájára és hozzáadott értéket képviselő tevékenységére van szükség. Ez az elmúlt 30 évben azonban nem változott. Gulyás Tibor szerint a KKV-k esetében is a felsőoktatási intézmények lehetnek azok a súlyponti szereplők, akik tudnak ezen változtatni. Itt van az az erőforrás, humán erőforrás állomány, eszközrendszer, vízió és feladatok, és azon keresztül megvalósuló tevékenység, amely belépő KKV vagy vállalat fejlődni tud. A helyettes államtitkár szerint Kecskemét egy jó példa, hiszen itt van egy felsőoktatási intézmény, amely támogatja a kutatásfejlesztési tevékenységet, és jelen vannak a hallgatók is, akik gyakorlati tapasztalatokra tudnak szert tenni.